ahogy a válásodról beszélsz, akkor annak van egy ilyen nagyon rossz utózöngéje, mert hogy amikor az elején beszélsz róla, akkor még nyilván vannak sérelmek, az bánthatja a másikat is, oda-vissza bánthat téged is. Aztán, hogyha utána beszélsz róla, akkor meg azt mondják, hogy haj, minek még mindig erről beszélni. Szerintem ez az élet vele járója, és ebben semmi tabu az én életemben nincs. Az elején sem volt neked, hogy kudarcnak érezted, de nekem volt, azért volt olyan, hogy hú, nem sikerült. Tehát amiben én is felnevelkedtem, hogy azért ezt így elengedni, ezt a sok, eleve magamra ragasztani ezt a címkét, hogy akkor én most egyedülálló nő leszek, gyermekeit egyedül nevelő anya, ebben azért volt egy ilyen, az nagyon ez kemény volt, igen. Az én helyzetem az teljesen más volt abból a szempontból, hogy én ugye halálosan szerelmes voltam a férjembe, a második férjembe, úgyhogy tehát mi nagyon hamar találtunk egymásra, úgyhogy nekem nem volt ilyen. Neked mi volt a nehéz? Nem ezek. Én nem tudom, én ezt nem éltem meg kudarcként. Mert hogy ezt sose gondoltam még végig, de hogy van ilyen, hogy élsz, vannak nagyon szép dolgok az életedben, nagyon jó emlékek, vannak mélypontok, nagy csúcsok, nagy mélységek, és akkor ettől úgy színes az életed, aztán így rájöttök, hogy ez mégsem az. És akkor azt el kell tudni engedni. Én azt éltem volna meg kudarcként, hogyha ezt így nem merem felvállalni, vagy beleragadok valamibe, amiről pontosan tudom, hogy nem oké. Ahonnan én jövök, ott egy falu, tehát ott család van, és a ház, és összerakjuk, és akkor ha az megvan, akkor megvagyunk, akkor pipa. És amikor én felhívtam az anyukámat, hogy na majd akkor én beszélek veletek, de hogy azt gondolta, hogy én majd meg fogja ezt a dolgot oldani, mert az ő világában ez nincs benne, hogy elválunk. Tehát, hogy nekem már a családdal is volt egy ilyen, na ez nem? Az is egy nehéz dolog. Nálam ugye ott voltak az újságírók, de mondjuk falun ott vannak a szomszédok, akik kitalálnak történeteket, és kézténként tálalják, és akkor próbálod magadat megvédeni. De ha már megvéded magadat, akkor az a másiknak fáj, mert akkor már ő úgy érzi, hogy őt támadod, és akkor ez egy ilyen never ending story tud lenni. És ugyanolyan rossz lehet egy kis faluban ezzel szembesülni, mint egy országos napilap címlapján. Mondjuk én sem vagyok már kis faluban, de nyilván azért az még így hat rám. Én azért így nem teregettem ki soha így a problémáimat senki elé. Éppen ezért, amikor fölhívtam az apukámat, és akkor mondtam, hogy egyik, nem tudom, de egy kis túlzással, hogy apa, elköltözöm, apa, válok, apa, terhes vagyok, apa, férjhez megyek, úgyhogy ez egy nagyon rövid időszak volt, és azért ő ebben egy eléggé kicsit így megrodjant szegény. Szóval, hogy én őt, nekik ez így nehéz volt, mert nem értették. Tehát, hogy ők láttak valamit, ami így neki látszólag tök jó volt, és akkor egyszer csak jött egy ilyen hű, mi az Isten van itt. És nyilván az apai féltés, meg az anyai féltés, meg jaj, mi lesz a igen, mi lesz most? Látszik, hát tudod, ezek lesz, a, tehát igen. Annyi minden van. De tudsz olyan időt mondani, amikor azt mondod, hogy úgy lezárult? Ugye 2014, hogy is van, 14 márciusában halt meg a nagymamám, aki nekem egy ilyen nagyon fontos személy volt az életemben. Tehát már ilyen, tehát hogy tényleg ilyen az anyukámmal is megvan nyilván a kapocs, meg a szeretet, de a nagymamámmal is volt egy ilyen anya-gyerek kapcsolatunk, és nekem ott indult el valami. Ott nőttem fel, nem tudom. Amikor ő elment, akkor valahogy úgy teljesen másképp kezdtem el mindent látni, és amikor én ezt először felvállaltam a család előtt, akkor mindenki arra gondolt, hogy jaj, ez biztos, mármint azt, hogy akkor én kilépek a házasságból, vagy akkor ez biztos egy gyász. A második szülésem volt ilyen, tehát az annyira le volt így. Tehát mintha ott megszülettek és megszilárdultak volna az én határaim új szinten. Hát ilyen benned maradványa valami negatív? Hát igen, mondjuk az is egy ilyen nehéz, azért nehéz kérdés, és azért dilemmázom ezen, mert hogy nyilván nincs olyan, szóval, hogy ezt nekem senki nem mondja, hogy van olyan szép állás, amiben egy hangos szó, vagy egy vita nincs, amik megmaradnak. Szóval borzasztó jó önismerettel kell rendelkezned ahhoz, hogy ezt úgy végig tud csinálni, hogy ne csak a sérelmeidet gyűrd meg ordibáld a világba, meg gyűlöld a másikat, hanem úgy tényleg úgy ki tud mondani, és így el tud fogadni magadra vonatkozóan is, hogy mit szúrtál el. És akkor ebbe te raktál energiát, meg időt a...
Én rengeteg. Én ebben mindig nagyon sok, tehát hogy ebben mindig nagyon sok energiát tettem. De egyébként nagyon sokat tanultam is a régi hibáimból, mert bizonyos dolgok én tudom, hogy belőlem fakadtak, vagy tőlem jöttek, és azért ezen nagyon sokat kellett így puhítani, hogy nehogy ezt itt tovább vigyem. Formálisan egyébként az a procedúra, amin végigmész egy válás során, az egyébként egy ilyen, hát kegyetlen, de szép dolog is ugyanakkor. Vagy. Amikor összekerültek, akkor van egy nagy lagzi, egy szép... Nekem ez nem volt. Nekem ez nem volt. Ezek a fanfárok, királylányos ruha, minden megvolt. És a vége, a levezetés, ugye, ami egyébként egy ilyen borzasztó puritán, nagyon nyers, könyörtelenül az arcodba tolja, hogy mi van, az a 14. kerületi bíróságon már milyen pillanatban, vagy akkor tartoztunk. És ott, tudod, így ültem ott a padon, tehát még a pad is szúrt, recsegett, ropogott, tehát nem dalarna se ilyen ruha, mint ami. És akkor felperes, alperes, hát mondom ezt. Ilyen divorce party. Igen, ilyen divorce party. Egyébként van már ilyen azt, hogy ez a válás party, és akkor szép rituálé. De valahogy így ennek volt egy ilyen levezetés, ami jó, tehát az egy tényleg egy szomorú pillanat, amikor ott ültök egymással szemben, nagy távolság, te itt ülsz, ott az egyik ügyvéd, ott a másik ügyvéd, és akkor így felsorolják ilyen nagyon, tehát ilyen nagyon ilyen nyersen, hogy 2015-ben, 17-ben vagyunk közösséget, nem tudom, hogy milyen egy ilyen válási parti elképzelésem van mondjuk róla, de egyébként nem lenne hülyeség egy ilyen dolog ezután. Hogy nem lenne hülyeség, mert jó egy ilyen rituálé, ugyanúgy a lezárás. Igen. Tehát a hazatalálok én, az egy ilyen nagyon szép, az olyan, mint egy ilyen válási ceremóniának a dala nekem. Igen, az lehetne. Én úgy kezdtem ezzel a házassággal kapcsolatos pályafutásomat, hogy egy gyerek lagziban, én voltam a mennyasszony 5 éven át, mondjuk 8 és 13 éves korom között, a Bogi Néptánc együttesben, ahol is én 5 éven át férjhez mentem, Csajtei Tomihoz, de nyilván szerelmes lettem egy idő után, mert mindig meg kellett puszilni, és nagyon finom barna bőre volt, és én természetesen mindig elvörösödtem. Amikor azt mondta a pap, hogy akkor álljatok föl, és drókoljátok meg egymást. Én akkor Bözsi néven futottam, mert az parasztosabb volt. És akkor igazából én ott azt nem kiéltem ezt az ilyen királylányos férhezmenős, nem tudom, persze ez most nyilván így viccelek, de hogy azóta se, és egyébként pedig én folyamatosan királylánynak öltözöm, és szép ruhákban, csak nem mindig fehér, de azért így fellépek, és engem néznek, tehát hogy én nekem kimondottan egy ilyen esküvő távolságom van. Igen, és én ezt, ha én valaha egyszer férhez megyek valakihez, azt én egy eldúlt szigeten, lehetőleg ruha nélkül a tenger és a szikla találkozásán el szeretném tenni. Tehát, hogy az számomra egy ilyen, tök érdekes, hogy számomra ez egy ilyen intim rítus lett. És pont ugye a házasságnak az volt igen a szerepe, meg most is az, hogy a külső világ előtte kimondod, és megerősíti a közösség, és hogy igen, ti összetartoztok. És valahogy nekem egy csomószor, én végignéztem az esküknek a szövegét, valahogy nekem nem volt igaz, vagy nem volt... Volt azt hiszem, életem három olyan esküm voltam, ami igaznak tűnt nekem. De valószínűleg az, hogy mi tűnik nekem, annak az egy tök más. Igen, nem mondom, egy hogy most nem volt, mindegy, ez a saját esküvőm, most nem szépítem, hogy így emlékszem rá az első esküvőmnél, amikor egy mondatra emlékszem. Mondhatod azt, hogy a barátnődét? Azt gondolkodtam, de hát most végül is mindegy, ide azt mondta a pap, hogy mit is mondott, hogy és az annyira megmaradt bennem, és annyira felhúztam magamat ezen, hogy azt mondta, hogy vart fel a gombját, különben felvarja más. Gratulálni szeretnénk. Hogy volt benne egy ilyen mondat, és akkor ezen én annyira megrögönyödtem, tudod, hogy mi? De ez tényleg ezt mondta, hogy vart fel a gombját, különben felvarja más. Hát mondom, pattus. De ez hogy lehetséges, és utána persze én próbáltam ezt humorral kezelni, meg azóta így eszembe jutok, hogy mindig így nevetnem kell, hogy tényleg ez benne volt egy ilyen szertartásnak egy szövege volt, úgyhogy szóval, hogy van ebben igen egy ilyen, de azt a részét én tényleg megértem, hogy aki nincs mindig a figyelem középpontjában, az vágyik erre, minden ember vágyik erre, és a nők többségében vágynak szerintem erre. Hazatalálok én.